köszöntünk mindenkit ez a Kávészünet Podcast Tápai Andival és... Belki Csabival. Na és kivel még? Üdvözöljük Bodó Imi, a stúdió. Én Szia Imi, köszöntünk Hello, Sziasztok. és üdvözlök titeket és a kedves nézőket is. Miért jöttél? Meghívtatok. Érde. 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 Hát ezt már én is megkérdeztem magamtól, hogy miért is Viccen kívül, azért, mert egy nagyon izgalmas témát hoztunk már, a dopping kérdését. Ó, azt nem mondtátok, akkor nem láttam volna. És mivel tudjuk, hogy te korábbi bajnok sportoló voltál, ezért feltételeztük, hogy sok mindent tudhatsz erről a témáról, és akár világi, akár keresztény szemmel is megközelíthetnénk uh -huh. ezt a doping. Mm -hmm. Jó, hát vágjunk bele. Tetszik? Tényleg? De még Egymként, előtte van egy másik kérdés. figyelj, igazából nem tudom, ezt mikor találtátok ki, de tegnap a közösségünkbe pont felmerült ez a téma, és egy ifjú sportoló lány tett föl ezzel kapcsolatos kérdéseket, és elég nagy szerencséje volt, vagy hát én a szerencsében annyira nem hiszek, ez egy isteni vezetés volt inkább, hogy amikor odajött hozzám, akkor a legjobb barátom ott állt mellettem, aki szintén elég... Hiteles ebből a, ebből a szempontból, mert ő is egy ex versenyző sportoló volt, ráadásul két sportágban is, és ott volt az ő felesége, aki, aki, aki meg pont abban a sportágban jeleskedett, nemzetközi szinten, tehát ilyen világszinten ismert sportoló volt, amiben ez a lány akart sportolni. Az volt a kérdés, hogy szerintem bűne a doping. Ez így elhangzott tegnap, és hogy nem tudom, hogy ti el, te, te talán tudtál erről a beszélgetésről, és hogy ezt mikor találtátok ki, de ezt, ezt tegnap ebben egy ilyen előzmény. Ez hint. nagyon jó, és erre a kérdésre vissza fogunk térni, de van még egy másik kérdésünk ezelőtt, hogy te hogy szereted a kávét? Én kérek szépen a, a, kávét úgy szeretem, hogy, hogy a flat white-ot szoktam inni, az a dupla expresszóból készült cappuccino, de azt inkább azért, mert jó erős, és egyébként nem kávézom. De most mégis, mivel ez a kávészünet, meghívnánk Téged egy kávéra, szóval azt mondom, hogy egy rövid szünet erejéig menjünk el, és ezeket az üres bögréket töltsük meg kávéval, aztán visszajövünk. Oké. Okay. Ámen. Tehát visszatérve a sportoló hölgy kérdésére. Mi a véleményed erről? Hát ugye először is azért tisztázni kell, hogy a maga a doping használat az egy, az egy élsportban, az eredmények elérése érdekében történik, vagy pedig valamiféle saját magunk által kitalált célokat szeretnénk ezzel szolgálni. Gondolok itt a hiúságra, a, a szebb, vagy a, szebbnek vélt fizikum elérésére, és itt tovább ugye lehet, hogy az én számból ez talán furá hangzik, bár hogyha ezt a műsort keresztények nézik, akkor nem fog furá hangzani, de ha esetleg eljut nem keresztényekhez, hiszen egy kicsit olyan, olyan ez, amikor, amikor, az ember elárulja a saját közegét, ahonnan jött, de tulajdonképpen, hogyha ha az ember megtér, ahogy Pál mondja a, talán a római levélben, hogy, gond, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat. És én ezzel kapcsolatban is megváltoztattam a gondolkodásomat. És most a teljesen más gondolok erről a témáról, mint ha mondjuk öt évvel ezelőtt kérdeztél volna. És hogyha röviden kell válaszolnom, akkor az, az a vélemény, hogy a doppingolás az mindenképpen bűn, mert a doppingszerek azok olyan gyógyszerek, amiket bizonyos betegségeknek a gyógyítására találtak ki, és fejlesztettek, és törzskönyveztek, és, és a, a több, És hogyha ezt olyan célra használjuk, ami, ami nem az eredeti alapja lenne ennek a dolognak, hanem mondjuk a teljesítménynek a fokozása, vagy az izomtömegnek a növelése, stb. stb., akkor az céltévesztés jelent, és a bűnnek a definíciója pedig az, hogy céltévesztés. Tehát, hogy ilyen, ilyen, nagyon leegyszerűsítve ezt tudnám erről mondani, de, de hogyha ha meg mélyebben belemegyünk a témába, és ennek a hölgynek is ezt mondtam el, főleg, hogy az ember hiúsági kérdésből kezd el doppingolni, mert mondjuk türelmetlen, vagy, vagy, Mm, nem, tehát hívőként, ez, ez, fontos tisztázni, hogy hívőként, én nem hívőként is bűnnek tartom, de hívőként meg, meg azért, azért, én például imádkozom az izomtömegemnek a növekedéséért. Mm. Tehát én, én, én nekem minden, meg is tudnám mutatni, nekem le vannak írva az imáim, de ez nem azt mondja, mindig felolvasom, csak így ö, jegyzeteltem, de ezek kapcsolatban is hagyom, gyorsan majd ma pont, ö, az egyik barátom, aki, akivel szintén beszélgettem már ugyanerről a témáról, egy teljesen más dologgal kapcsolatban, a tizedfizetéssel kapcsolatban így, így, kérdezett tőlem, és mutattam neki a leírt imányt, És akkor megkérdezte, leírod az imányodat. Hát mondom, igen, lejön, tematizálom és leírom, de mondom, figyelj, szerinted Isten szemébe attól kevesebbet ér az az ima, hogy én jegyzetelek, hiszen ha elmegyek bevásárolni, akkor is készítek egy bevásárló listát, hogy ne felejtsek el semmit. És mivel én nagyon-nagyon fontosnak tartom az ima életet, ezért úgy gondolom, hogy, hogy itt se hagyhatunk ki semmit. És ezért inkább leírom, és akkor ott van a kezemben, de egy idő után már az én megtanulom. De pont minden megtanulnám, és mivel nem vagyok vallásosan nem élőíti keresztény, biztos, hogy ki lesz egészítve valamivel, vagy egy kicsit ezeket azért szoktam levidiálni ezeket az imákat. És ebben az imában, ebben a rendszeres imában, ami úgy, úgy hogy imádkozás magamért, abban benne van, hogy atyám segíts meg abban, hogy én beleteszem az emberi dolgot, elmegyek edzeni, igyekszem jól táplálkozni, és akkor amit én emberek beleteszek, azt te egész is ki a te isteniddel. És oda szoktam hozzá tenni, hogy azért, hogy a testépítés közegében hiteles maradjak, hogy ne azt lássák, hogy a budói mi megtért, és már sehogy nem néz ki, árnyék önmagának, mint a külsőt illetően, és persze azért, hogy legyen egy jó megjelenésem hiszen lehet, hogy nem sokára házasodni fogok. Be Be Bennem az merült föl, hogy akkor öt évvel ezelőtt világiként mit gondoltál erre a témáról? 2024 es és 2019-et írunk. Oké. Okay. Pont a, annak a műsornak a forgatása, ahol megismerkedtem a nővére, De egyébként. Ez egy lehet én. hét év is, csak itt e említetted. Igen, csak hogy már a, 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 a megtérésem előtt is kezdtem arra rádöbbenni. Tehát még mielőtt Isten belépett volna az életembe, kezdtem, kezdett bennem kialakulni egy diszonancia ezzel kapcsolatban. És most nagyon fontos, hogy választok külön az élsportot és a hobbisportot. Mert a doping fertőzése mindkettőben vastagon benne van. De a helyzet az, hogy, hogy legjobb tudomásom szerint és a tapasztalataim szerint nincsen élsport doping nélkül. Ez nem minden sportágra igaz, de a legtöbbre igen. És uh, én azt gondolom, hogy például hívőként, ha valaki, valaki szereben gondolkozik, vagy doppingszerek használatával, semmiképpen sem jó, mert ő Isten kikerülve szeretne egy nagyobb teljesítményhez jutni, Abba egészen biztos vagyok, hogy Isten nem várná el, hogy az egészségünk komoly kockázatával érjünk el eredményeket. Ezzel kapcsolatban pont egyébként felmerült bennem, hogy, hogy uh, viszont Isten mindenhova szeretne követeket küldeni. És akkor tud egy, egy követ hatékonyan működni, hogyha megismerik, és akkor fog el megismerni, hogyha eredményeket ér el. És akkor fog elérni eredményeket, hogyha hozzáállkozik a többiekhez. És ha mindenki doppingol egy bizonyos sportákban, és ez az illető mondjuk hívés eredményt akar elérni, akkor akkor én sem tudnám neki egyértelműen mondani, hogy figyelj az a inekcióját, akkor imádkozz mondjuk tízszer, de de mégis valahogy a szívemben és a hitemből az van, hogy hogy figyelj, kérd az Istent, hogy hogy nyerd meg azt a verseny dopping nélkül. Egyébként felvehető a verseny a doppinggal dopping nélkül? Tudományos alapon nem. De ugye tudjuk, hogy a, a hit az egy magasabb rendű gondolkozási szint, mint a tudomány. De tudományos alapon nem nagyon van erre példa. Egyébként vannak kivételek, tehát van olyan doping használó, aki Pont egyébként volt egy ilyen, egy ilyen Facebookos vitám most valakivel, most így nem mindegy lényegtelen, a, a, az volt ott a, a fiúnak a megjegyzés, hogy doppingos izom, vagy kokszos izom. És ilyen nincs. Tehát ilyen nem létezik, hogy kokszos izom. Simán elképzelhető az, hogy valaki mondjuk, mondjuk maradjunk a testépítés portálnál, elkezd, elkezd gyúrni, hogy izmos legyen, és ehhez elkezd használni bizonyos doppingszereket, hogy nagyobb teljesítményt tudjon hozni a teremben, nagyobb mennyiségű izomtömeget tudjon felszíni rövidebb, izom, rövidebb idő alatt, és ezzel párhuzamosan egy nagyon jó genetikával megáldott srác elkezd tisztán edzeni, és simán hogy hogyha egy fél éves szakaszt nézünk, akkor a, a, a tisztán edző, viszont jó genetikával megáldott illető nagyobb eredményt fog elérni, mint az, akinek nem olyan jó genetikája, de mondjuk használ doppingszereket, de még például nem is megfelelő tudással a háta mögött. Tehát ilyen, ilyen, szempontból, ha rövid távon nézzük a dolgokat, akkor, akkor elképzelhető az, hogy a, a, a tiszta még megelőzi a dopping a készülő embert de ha hosszú távot és élsportot nézünk, azért az élsportban már nem nagyon kerülnek be az eredmények közelében olyan emberek, akiknek ez nincs tehetségük, tehát feltételezzük, hogy jó a genetikai adottság is, jó a felkészültség is, és szorgalmas az illető, mint élsportoló, és ha ezek a feltételek adottak, és az a különbség, hogy doping vagy doping nélkül, akkor a tudomány alapján azt tudom mondani, hogy a dopingosok azok jobb eredményt fognak elérni. Egy nem élsportoló miért választja a doppingot? Hiúság? Ö... Hát ö, legtöbb esetben a, a, az élsportban, vagy most a, a nem élsportban mindig a, a hiúság lesz a, a vezető. Tehát nem nagyon, el, előfordulhat, hogy valaki kitalálja, hogy ő 200 kilóval akar mondjuk googolni, aminek semmi köze a kinézethez, és akkor ennek érdekében elkezd dopingszereket használni, viszont nem indul el semmilyen versenyen, de ez nagyon ritka. Viszont az sokkal, sokkal gyakoribb, hogy valaki szeretne nagyobb izomtömeggel rendelkezni, vagy gyorsabban leszeretne fogyni, és akkor egy picit a, a munka megkerülésé miatt kezd el ilyen dolgokat használni. Most tegyük félre azt, hogy keresztényi szemmel a, a céltévesztés maga a bűn megfogalmazódása. Mi van azzal az emberrel, aki elkezdi ezeket a szereket használni, azon kívül, hogy nyomozhatja a lelkiismeret, vagy nem nyomozhatja, milyen hatásai vannak a dopingnak az emberre. Most a biokémiai szempontból kérdezed, Igen. vagy pszichológiai? Ö, hmm. Akár, mind a kettő. Uh -huh. De most uh, arra vagy kíváncsi, hogy maga a szer milyen hatással lesz rá, vagy hogy miért kezdi, tehát, hogy. Nem, hogy milyen hatással uh -huh. lesz rá a szer. Oké, okay, uh, a doping szerek vagy rövidebb kox, így, így szokták, úgy szokták mondani, hogy, hogy a koxosok, az minden olyan gyógyszert, ami, amit nem arra találtak ki, hogy teljesítmény növeljen, és van egy nemzetközi dopping lista, amik folyamatosan friss, ez a vadának a, 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 listája, ott fönn vannak azok a szerek, amik, amiket ha megtalálnak egy sportolóba, akkor az dopping vétséggel fogják sújtani, és akkor eltiltják mondjuk két évre, vagy, de ez adott esetben még egy örökös eltiltást is jelenthet, főleg ha visszaes az élető és ezért a különböző dopingszereket lehet osztályozni gyógyszertípusok szerint. az anabolikus steroidok azok, amiket leginkább erősportolók és, testépítők használnak, tehát súlyemelők, erőemelők, testépítők, ahol tényleg a nagy erő és a nagy izom szükséges annak a sportnak az eredményes végrehajtásához vagy, vagy prezentálásához. És ezeknek, a, ezeknek az almodikus szteroidoknak az a hatása, hogy nagyon röviden leegyszerűsítve, hogyha ezeket alkalmazod, akkor a szervezeted egy, egy nagyobb fokozatba kapcsol, jobban be tudod építeni a bevitt tápanyagokat, lerövidül a regenerációs idő, és akkor ilyen módon rövidebb idő alatt eléred azt, a, azt az erőszintet és azt az izomtömegszintet, amit egyébként naturális eszközökkel több idő lenne, illetve a naturális színnek azért van egy felső határa, egy olyan genetikai határa, amit, már nem tudsz túllépni, és, és az ügyesebbek vagy a bölcsebbek azt elérik naturális eszközök, és akkor utána nyúlnak ilyen szerekhez, a nem annyira bölcsek rögtön ezzel kezdik. De, de, tehát a biokémiai hatás az tulajdonképpen ennyi, hogy jobban tudod hasznosítani a tápanyagokat, előbb regenerálódnak az izmok, nagyobb teljesítményre leszel képes, ez mind az erőbe, az izomtömegbe és a gyorsaságban is adott esetben tud működni, gyógyszertípustól függően. De van egy másik része, most csak két fajta, de most sokkal több fajta dopingszel létezik, mert a vízhajtók is ebbe a kategóriába tartoznak, az teljesítmény nem növel, hanem az segít mondjuk a súlycsökkentésbe de azt, azt tényleg szigorúan csak versenyzők szokták használni egy hobbi nincs ilyesmi szüksége, és a másik nagy osztály a doppingszereknek, az pedig azok pedig a stimulánsok. Tehát az olyan, olyan idegrendszere hatással lévő gyógyszerek, amik, amik inkább a, a tüdőkapacitást növelik, vagy a véloxigén szintjét, és ezt mondjuk inkább futók használják. Igen, de rengeteget hallani arról, hogy ezeknek ő hosszú távon káros hatásaik vannak inkább. Hogy ezek mik? Mi, 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 az, ami ebből Ugye most elmondtam a jó oldalt, és akkor beszélünk a rossz oldalról. Uh, maradjunk az alamulikus steroidoknál, hát a, a a magas kezdve a hajhulláson keresztül a, a, a fölborult hormonháztartásig gyakorlatilag ezek, ezekkel mind találkozhatsz, és ezekből azért egyik másik az, az előbb-utóbb biztos, hogy meg fog jelenni. Tehát az, aki azt mondja, hogy ő tud biztonságosan dopingszereket használni, az tévedésben van. Maximum mellékhatásokat tudja olyan módon mérsékelni, hogy hozzáértő alkalmazással ezek később jönnek ki. Az is lehet, hogy akkor, amikor már nem hiszed dopingszereket, és már letette a, a, a ambícióit, vagy az éjjel ambícióit. Ez a, inkább a szteroidokra vonatkozik, az anabolikus androgén szteroidokra, ezek a stimulások, ezek pedig akár tüdőtágulatot okozhatnak, vagy a vérnyomás emelkedést, ők is okozhatnak szívproblémákat, keringési betegségeket. Tehát azért, azért van, van veszélye. Mi visz rá egy embert, hogy ezekkel a kockázatokkal mégis hozzányúljon ilyen szerekhez? És leginkább most megint nem a profi sportolók uh -huh. miatt a kérdezem. Sportolók. Igen, Aha. igen. Hát, a, a, ahogy az előbb is mondtam, leginkább hiúsági kérdés. Tehát valahogy az van bennük, hogy megsporolnak ezzel ö, munkát, és ez valahol egyébként igaz is, bár, bár a hozzáértők látják, hogy a munkát nem tudod megsporolni. Mert, hogyha mondjuk a fotelben ülsz és szeszteroidokat, nem lesz semmi változás. Tehát a munkát mindenképp bele kell tenni. És, és leginkább arról van szó, hogy munkát akarnak megspórolni, de menet közben hogy rá fognak jönni ezek a doping használók, hogy azt nem tudják megspórolni. Tehát a táplálkozásra, az edzésre, az edzés intenzitására így is, úgy is oda kell tenni az energiát, és akkor azt megfűszerezik egy kis dopingszerrel, ha kis dopingszerrel, akkor bölcsebbek, hogyha viszont mondjuk az első két feltétel nem teljesül, és jó sok dopingszerrel fűszerezik meg, akkor nagyon komolyan kockáztatják az egészségüket, és ráadásul a hatás is effektív kevesebb lesz. Mit gondolsz te most azokról, akik még mindig vállalják ezeket a kockázatokat, és e szerint élnek? Ugye én benne voltam vastagon évtizedekig. Tehát azért tudni kell, hogy én amikor elkezdtem sportolni, három éves koromban úszással kezdtem, nagyon sok sportákban kipróbáltam magam, ugye teljes nélkül úsztam, atletizáltam, öttusáztam, sportlövő is voltam, ezekhez nem használtam doppingszereket. A testépítés volt az első, amit egyébként nem versenyszerűen csináltam akkor még, amikor elkezdtem dobbinszereket használni, ugyanezekből az okokból. Tehát viszont naturálva kezdtem, és elmentem egy versenyre, ami naturálva volt meghirdetve, de a saját szememmel láttam, hogy, hogy itt valami nem oké volt, bennem egy ilyen diszonancia, hogy hogy ezek a srácok annyival jobbak voltak, mint én, és meg is kérdeztem egyet, kettőt, hogy fiat, ti használtuk valamit, és az ott válasz, hogy igen. Hát egy, ez egy, naturál verseny, és akkor kinevettek. De akkor, még, akkor még nem olyan kis naívan így oda mentem, ténylegesen naturál eszközökkel felkészülve, nem is értem el semmit, és akkor elhatároztam magam, hogy oké, okay, akkor, akkor, én, akkor, én, szeretném a következő évben sokkal eredményesebben zárni ezt a, ezt a, az első 15 be se kerültem be, és elkezdtem akkor dopingszereket használni, és, és egy év múlva. Nem volt a... semmilyen lelki vívódás, akkor azonnal meghozod a döntést? Ö, akkor már azért eljátszottam a gondolattal többször. Tehát nem akkor szembesültem először ezzel a kérdéssel, ö, de én abban viszont őszintén hittem a verseny napjáig, hogy ez tényleg egy naturál ö, verseny lesz, egy naturál testépítő verseny, és ott ott, ott szembesültem azzal, hogy ilyen gyakorlatilag nem létezik és ezt a mai napig kijelentem, vannak szervezetek, amik, amik, úgy hirdetik magukat, és tényleg van valamiféle ellenőrzés, meg, és a többi, de az is kijátszható. Tehát ugye ezért, ezért euh, érdekes, és most csak a testépítésről tudok beszélni, és többi sportágat annyira nem ismerem, azzal tisztában vagyok, hogy világszinten nagyon sok sportág fertőzött ezzel a dologgal, de azt nem tudom kijelenteni, hogy minden sportág, minden sportolja, aki eredményes az dopingot, mert ezt, ezt, nem tudhatom. Viszont visszatérve az én esetemre, volt egy minimális lelki vívódás, de mivel nem akkor szembesültem ezzel először, és nem akkor gondolkoztam ezen először, így, így, és szerettem volna eredményeket elérni, ezért viszonylag gyorsan meghoztam a döntést. És nem féltél a következményektől? Ez egy tök érdekes dolog, mert ö, igazából nem annyira, nem, nem féltem. Én olyan embernek tartom magam, aki, aki mindig is utána nézett mindennek. Itt is könyveket olvastam el, mielőtt belefogtam. Addigra, mire, mire ez az eset megtörtént, én már elolvastam egy ezzel kapcsolatos könyvet, amiről utólag már tudtam, hogy olyan emberek írták, akik egyébként érdekeltek voltak a, a steroid bizniszben, tehát az ott elolvasott információk azért kicsit sántítottak, de, de utána néztem sok mindenek, tisztában voltam a mellékhatásokkal, és azt gondoltam, hogy ezt lehet észre csinálni. Ahogy az előbb mondtam, nem lehet, de valóban lehet olyan szintre csökkenteni a mellékhatásoknak a mértékét, amivel, ami elég ahhoz, hogy elhitesd magaddal, hogy te nem válasz komoly kockázatot. És ez van, akireiként működik. Mértékletesen használva, és tényleg a megfelelő információk birtokába lehet esetleg egy, egy bölcsebb, módja ennek, de, de valójában akkor is kockázat, akkor is hogy olyan, mint az oroszul mert nem tudhatod, hogy neked milyen adottságaid vannak, és ugyanaz a gyógyszeradag, ha ugyanolyan, nem is tudom, magassággal, súlyjal és, és vércsoporttal rendelkezel, mint egy veled teljesen egyidős, ugyanilyen ember, lehet, hogy nálad beüt valamikor, és nála például nem. Tehát hogy, hogy de ezt, ezt, ezt erről ugye nem veszünk tudomást ilyenkor. Beszéltünk a testi Pozitívumokról, negatívumokról, először ez nagyon jó, tök nagynak látja magát az ember, meg minden halad, és aztán pedig jönnek ezek a megbetegedések. Jöhetnek uh -huh. inkább, mondjuk így. De azt mondtad, hogy vannak ö, lelki szövődmények is. Igen. Pszichis. Először igen, igen, ránézel igen, magadra, igen. és tetszel magadnak. Uh -huh. Mi van később? És itt nem, 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 is, nem, gondolok, is, nem is a jó gondolok, hanem van -e a... valami, valami káros hatása ennek a ellenállal? Szíhés káros hatása konkrétan a szerhasználat alatt. Tehát az anabiókos a eleve picit megemelik a vérnyomást. Ez így, ez így majdnem, hogy alap hatása van a pszichére, ez bizonyított tény, tehát ez nem csak egy feltételezés, ezt szokták ilyen szteroid őrületnek is beszélni, aki jól tele van vágva a szteroidokkal, és mondjuk egy közlekedési dugóba találja magát, vagy bevág elé valaki, sokkal nagyobb esélye száll ki a szteroidos illető, és bántam az a szóban, vagy verbálisan, vagy fizikailag azt az embert, mint aki mondjuk nem használ szteroidokat. Tehát az idegrendszeredre türelmetlenebb leszel, nagyon, nagyon elkezd az egész életed az, az edzés körül forogni. Egyébként is szükség van erre, tehát hogyha nem használva a kisztelődokat és eredményeket akar elérni, akkor is egy picit így befókuszál a, a tudata, az edzés, a táplálkozás, a pillanat, és nagyon-nagyon ekköré szervezi az egész életét, és valahol ez szükséges is egyébként egy versenyszerű sportoló, versenyszerű sportoló esetén, de azt még megspékeld egy kis doping használattal, akkor ez fölfokozódik. Nem mindenkinél, tehát azt szoktam erre mondani, hogy akiben van egy kis hajlam az agresszivitás, az biztos, hogy kihozza azt a és ez a pszichés hatás ez az egyik oldala. A másik, amikor például azért egy bölcsebb dopping használó is alkalmaz szüneteket. Van, aki amúgy nem. De, de és ezekben a szünetekben biztos, hogy valamiféle és tapasztalható a teljesítményben, és meg a kinézetben is. És ez okozható belül egy olyan vívódás, hogy mondjuk eltervezem és fél évet pihentetem a, a, szervezetemet, de negyedik hónapnál látom a nagyon nagy mértékű visszaesés, és akkor azt a két hónapot már elengedem, és akkor újra elkezdem használni a szereket. Tehát, hogy, hogy ilyen jellegű pszichés hatás is lehetséges, hogy, hogy agresszívabb leszek, amikor használom, amikor meg nem használom, akkor nem érzem magam igazán tökös csávónak, és elkezdem előbb használni, mint ahogy a tervemben szerepelt. És a terv sem volt egyébként tökéletes. Szerinted összeegyeztethető egyébként a testépítés, ami szerintem kicsit közel áll a bálványimádáshoz a kereszténységgel. A hittel. Olyan embertől kérdez, aki, aki ma is egy edzésről jön. <gül> <gül> Tehát azt gondolom, hogy, hogy minden, minden, sportágban a, a báványimádás egyébként jelen van. Tehát ha most keresztény szemszögből nézzük a sportolókat, főleg az ilyen individuális sportokat, ahol, ahol egyének küzdenek meg. Mert mondjuk egy sport az még azért szóhat a közösségről, a másikra való támaszkodásról, az még úgy mint egy kézilabda, Én vagy le. egy fotbal, vagy valami. De amikor testépítesz, vagy, vagy vívsz, vagy, vagy valami az akkor csak te vagy és, és főleg, ha vannak példaképeid, akiket nagyon felmagasztalsz, és akkor így, 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 így ez, ez a báványimádás része, meg elkezdett báványozni a saját testedet, a testépítőként, vagy a saját teljesítményedet küzdősportolóként, és például az tök jól látszik a, az ilyen MMA, vagy a ketrec harcokban is, hogy a, hogy a sportoló srácok némelyike, nem mindenki, a szerencség teljes nélkülözésével vonul be a ketrecbe, és, és, szinte isteníti saját magát. Én azt szeretem, amikor ezek kikapnak egyébként, tehát amikor a mérlegelésnél nagyon fölfúj magát, és egy szerénye, vannak élőítő keresztény, mert más sportolók is amúgy, akik, akik miután mennyire, egy mesetet, bizonyságot tesznek, hogy mindezt Jézusnak köszönhetik, és ezeket nagyon szeretem. De, de ha általánosságban nézzük, akkor, akkor, azt gondolom, hogy, hogy az élsport, az a legtöbb esetben nehezen összeegyeztethető a keresztény értékrendszerrel, mert, mert, mert rólad szól. A kereszténység az meg nem rólad szól, hanem másokról jó esetben. De ugyanakkor meg az is bennem van, hogy, hogy Pál sem véletlenül ment be a zsinagógákba és telibe vitatkozott a, a farizeusokkal, és szerintem, hogy ha menet közben egy ilyen sportoló megtér, akkor nem, nem kell ebből automatikusan annak következni, hogy akkor dobja a sportot, és akkor, akkor elvonul mondjuk szerzetesnek, hanem maradjon ott abba a közegbe, próbáljon még így is eredményes lenni, hogy ráfigyeljenek, rákerüljön a fókusz, és tegyen bizonyságot. Ahogy hallgatlak téged, én arra gondolok, hogy ez egy ilyen örökös mókus kerék, hogyha az ember beszállt, akkor kiszállás belőle nem nagyon van. Nagyon jó, jól látod. De akkor hogy lehet ennek mégis vége? Hogy lehet ebből kiszállni? Meg kell térni. De mi az, amit a hát... hit garantálni tud, ami miatt azt képes valaki mondani, aki hát... ön nem tudott, hogy, Aha. hogy itt a vége. Figyelj, eleve a hit erre jó. Tehát amikor Jézus Krisztusba vetjük a hitünket, akkor mindenből szabadulást tud neked ő tehát ha alkoholista vagy, ha gyógyszerfüggő vagy, ha szteroidfüggő vagy, ha sportfüggő vagy, ha, ha, munkamániás vagy, ha, ha parázna életet élsz, ha, 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 ha bulizol, ezekből mind van szabadulás Jézus Krisztus által. Tehát, hogy ez, ez induljunk ki mondjuk ebből. De én ismerek olyan embert egyébként, aki ebből ki tudott szabadulni Jézus Krisztus vetett hit nélkül is. De nagyon kevesen. Tehát elkép, mondjuk, hogy ha, ha száz szteroidot használó sportolót nézünk, akik akik mondjuk több mint öt évig használtak ilyen szereket, akkor most ez, egy, ez, nem egy releváns statisztikai adat, amit mondani fogok, ez csak egy tip. Én azt gondolom, hogy a, a, százból a, 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 következő 5-10 évben is használni fognak legalább 60-80 szteroidokat. Úgyhogy már nem is versenyeznek. Mert, mert egyébként én is emlékszem, hogy jó, van egy ilyen alapvető érzés, hogyha nem is edző, hogy mintha alapba belenének durám, az izmaid, meg úgy ad egy tartást, meg úgy, úgy azt mondtuk régen, hogy úgy jobban áll a hús a vázon, amikor megy a cucc, amikor nem megy a cucc, akkor kicsit olyan plötyibb leszel. És, és, akkor ezt, ezt a feelinget tudja biztosítani a, a steroid használat. Ez egy, meg ez egy, torzított önképet ad rólad. Tehát belenéz a tükörbe, és te nem magadat látod, hanem a magadat, a teljesítményed plusz a szteroidokat. És ezt már akkor felismertem, amikor még nem voltam Jézus Krisztus közelébe sem, és éreztem egy ilyen diszonanciát, hogy oké, okay, beszélek itt az egészséges életmódról, hirdetem a jó kis táplálékészítőket, amiket forgalmaztam és tehát én nekem ilyen boltjaim voltak, de hát azért legyünk őszinték, nem attól a fehérjétől nőtt meg a kolyára korom, amit, amit éppen mutatok a fényképen, és ez, ez, egy ilyen vívó. De ezeket tök jól el tudtam csendesíteni. Tehát ugye az emberek Jézus nélkül nagyon nagy mesteri annak, hogy a néha udvariasan szóló lelkiismeretüket így lenyomják, elcsendesítjék, és hogyha ezt sokszor alkalmazzák, akkor az, az egy jó időre. Említetted az elején, hogy megváltoztatta a gondolkodásodat, Jézus. Mi az, amiben még változott? Milyen témákban, milyen problémákat oldott meg a te életedben? Hát fél, röviden, mindenben. Tehát mi, mi Ez összes fontos téma az életemben teljesen más értéket kapott, mint, mint korábban. Üm, most, hogyha a sportnál maradunk, akkor például, heti, amikor versenyeztem, akkor heti 7 napot edzettem, de mondjuk 6-ot biztos. Amikor már nem versenyeztem, de mindig nagyon fontos volt a külsőm, és nagyon úgy gondoltam, hogy nekem állnunk az év 365 napja, a kockás kell rendelkezek, meg minden erekkel, hogy kilógjanak rajta, és a részlet kell rendelkezzek. Akkor is azért a heti öt edzést azt tartottam, ezek ilyen másolás edzések voltak, reggel mindig kardió indítottam a napot, tehát csak az, amiatt, hogy én jól nézzek ki, heti, nem tudom, 10 órát edzettem legalább, vagy 12-t. Ehhez képest most heti két-három alkalommal edzek, egy hármat szeretnék, de van, amikor csak kettő jön össze. Ezen kívül elkezdtem pingpongozni, amit nagyon élvezek, és edzőhöz járok, és, és igyekszem olyan attitűddel végezni ezt a sportágat, mint annak idején a testépítés. Nincsenek versenyzési ambícióim, de, de valóban kellett egy ilyen kihívás, hogy benne maradok, hogy a testépítés már se versenyezni nem akarok, se nem akarok így megfelelni ennek a fajta elvárásnak, se nem járok már ilyen rendezvényekre. Tehát amikor abba a versenyzés, még mindig egy csomó rendezvényre meghívtak ilyen, ilyen, vendégfellépőként, vagy akár műsorvezetőként, és akkor ott is hoztam egy olyan majdnem versenyzői fizikumot is, ugye már ez sincsen, és majd nem is érdekel annyira, tehát heti három edzést csinálok, vagy végzek a testépítésben, és még plusz két-három pingpongot, és ezzel úgy tök jól el vagyok, Például ez az egyik. De most, hogyha kiteljesztjük a mindenre, akkor itt tudunk holnapig, mert nagyon sok mindenben megváltozott a gondolkodásom. És sajnos nem tudunk pedig, szívesen hallgatnánk még uh -huh. téged, mert ö, szerintem rengeteg hasznos gondolat hangzott el, de ha valaki most állott ott az előtt, hogy megtegyem, ne tegyem, uh -huh. mi ez egy Mit értelmi válasz neki? Aha, hát ne. <laughs> nagyon nehéz egyébként ez a kérdés, mert ugye az előbb beszélgettünk arról, hogy már nem tudok úgy tanácsot adni semmilyen témában, semmilyen embernek, hogy nem mutatnék erre a könyvre. És nem ez a biblia, vagy esetleg hogy a, a, a kamerában ez így nem derült volna ki egyértelműen. És euh, pont voltam az előbb egy beszélgetésen, ahol nem a dopping, hanem a házasság volt a téma, és annak az illetőnek is elmondtam, akik nem hívő, de nem véletlenül szokott engem hívni, amikor ilyen magánéleti kihívásokban van, hogy, hogy beszélgessünk egy picit mert, 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 mert érzi, érzik rajtam az emberek, hogy, hogy amit képviselek, és ez ugye nem az én érdemem, hanem a, a Szent érdeme és, a, és Jézus Krisztus érdeme, a, a, annak van egy tartósága, van egy, van egy súlya. És neki is azt mondta, hogy amit erre építesz, az stabil lesz és tartós. Amit, amit, enélkül építesz, az is lehet egy darabig tartós, hiszen amikor nem voltam megtérve, akkor is voltak vállalkozásom, és sportoló voltam, sikeres voltam a magam ugyan, de ezekből egyébként már nagyjából semmi nincs meg. Tehát azokat a vállalkozásokat már nem csinálom, már nem versenyzek. És, és, ezért az első válaszom az, hogy, hogy térjetek meg, keresétek Istent, és amit arra építetek, és amit a Szent Szellem vezetése által tesztek, az egy tartós dolog lesz, de hogyha ezt, ezt most így kihagyjuk, és nagyon világiaknak kéne tanácsot adnom, akkor, akkor meg én is én, én se ülnék most itt valószínűleg, hogyha nem mentem volna végig azokon az utakon. Ha nem nyertem volna a versenyeket, nem lettem volna ismert sportoló, akkor lehet, hogy teljesen más illata lenne az én szolgálatomnak. Tehát ugye ne, nem, tehát ez azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül bántam meg, hogy azokon a tapasztalatokon túl vagyok, mert így tudok hitelesen szolgálni a világiak felé is. De mégis azt kell, hogy mondjam, én megtért keresztény, hogy, hogy a Szent Szem templomát ne kockáztassátok ilyen dolgokért. És valamiben talán megegyezik a kettő az élsport is, és hogyha a hívő életet élsportnak tekintjük, mm -hmm. hogy ugyanúgy szükség van a napi intenzitásra. Hogy abból az igét, amit kiolvasunk, az arra a napra velünk van, de újat és újat kell merítenünk minden nap. Kapcsolatban kell vele folyamatosan lennünk. Andi, te választ kaptál a kérdéseidre? Abszolút. Ráadásul felismerült bennem egy következő téma. Hogy igen. kell -e szégyelnünk a korábbi életünket, a megtérésünk előtt életünket, illetve hogy vannak-e sztereotípiák, akár keresztény szemmel, akár világi szemmel, ha ránézünk egy emberre, mi az első gondolat, és benne ragadunk -e ebben. Úgyhogy köszönöm. Nagyon Jó, köszönjük, hogy itt voltál. Mi pedig elgondolkodunk azon, hogy ebben a témában kivel fogunk együtt kávézni, igaz? Így van. Nagyon köszönjük a résztvételt, és őszintén reméljük, hogy van valaki, akár csak egy valaki, aki tényleg abban a cipőben jár, hogy szeretné eldönteni, hogy az élete jobbra vagy balra menjen, és most választ kapott. Köszönjük a figyelmet, áldott napot kívánunk mindenkinek!